Sziasztok! Ismét nagy szeretettel köszöntünk titeket, az én nevem Csont Attila, csodás feleségem pedig Csontné Nagy Noémi. És ez pedig az ügyfélszerző minikózus már a második része. Az előző alkalommal a célcsoportról szóltunk, most pedig a második részben a termékpiramisról, a szolgáltatásunk kialakításáról lesz szó. Ez a Biznisz Akadémia oktatóanyagunkban egyébként a hatodik modulban található, és ott elég részletesen belemegyünk ebbe, rengeteg tudást adunk át, viszont most is egy kis kivonatot szeretnénk idehozni nektek. Sok kezdővállalkozó trontja el szerintem, hogy akar pénzt keresni, de nem, vagy nincsen neki kiforva, hogy pontosan miből lesz neki pénz. Hogyha már megvan akkor a célcsoport, akkor azt kell megtudni a második lépésként, hogy mit lehet az adott ügyfélnek vagy a célcsoportnak eladni. És uh, itt egy nagyon fontos kis mindset gondolkodás változása van szükség, ugyanis nem magadból indul ki, hogy mihez értesz, vagy mit tudsz megcsinálni, mert az sok esetben egy önös szándék, Magadra szabottan csinálnád meg az adott terméket, ami nem biztos, hogy a célcsoport számára ez egy megfelelő dolog lenne. Mi lenne a megfelelő módszer akkor? Én azt gondolom, hogy azért a saját elképzeléshez közelíteni kell a célcsoport igényeit is. Tehát ö, nyilván nek neked is kell, hogy legyen az a belső motiváció, de, ami igazán hajt, amit igazán szeret csinálni, viszont semmit nem ér az egész, hogyha valójában erre nincsen kereslet, hogyha a célcsoportnak erre egyáltalán nincs is igénye, ezért mindenképpen fel kell tárnod azt, hogy ők mit szeretnének. Ezért is kezdtünk egyébként a célcsoporttal, az előző adásban, hogy ismernek, meg, szerezd meg az első referencia munkáidat, beszélgess velük, ismerd meg őket a lehető legjobban, mire vágynak mik a félelmeik, esetleg milyen tapasztalatuk van egyáltalán korábbról, erről az iparágról, hogy volt-e már csalódásuk, volt, ami bejött esetleg nekik. Szóval ez egy remek lehetőség arra, hogy feltárd azt, hogy te mit tudsz majd pénzét tenni, milyen szolgáltatást tudsz majd kialakítani. És nagyon nagy hiba szokott az lenni, hogy van egy terméked, vagy van egy szolgáltatásod, mondjuk, hogyha személyedzőként fogsz elkezdeni dolgozni, mint az előző például vagy az előző videóban példaként felhoztunk, és mondjuk óránként 5000 forintot fogsz majd elkérni a te szolgáltatásaidért. Ez nem annyira jó megközelítés, mert, mert be a lehetőségidet. Éppen ezért van egy úgynevezett termékpiramis módszer, hogyha már előzőleg láttál tőlünk videót, akkor már biztos, hogy hallottad, hogy ezt gyakran szoktuk mondani, ez nem megkerülhető. De milyen szintjei vannak a termékpiramisnak, Noémi? Legelőször is az ingyenes termék, az ingyenes kiáramlás, tehát maga a poszt, a bizalomépítés, az a tartalom, ami bárki számára hozzáférhető. Utána jön a csali termék, amit egy e-mail címért vagy valamilyen kontaktért cserébe kapnak meg. Általában ez is a bizalomépítésről szól, hogy megmutasd, hogy mekkora jó kis szakértő vagy, és milyen jó ötleteid vannak. A harmadik az a maga a főtermék. Belépő Sőt. termék. A második a belépő termék, amiért már pénzt kérünk el egy értékes szolgáltatásért, vagy egy termékért. mint az lenne a fő cél, hogy legyen meg a túl teljesítés. Szóval itt nem az a fő cél, hogy te sok pénzt keres, hanem itt az lenne a cél, hogy egy nagyon potom pénzért, tehát nagyon nagy, nagy érzéket, értékű tudást vagy szolgáltatást nyújts az ügyfélnek. Mert hogyha az első fizetésnél az ügyfél azt érzi, hogy ő sokat többet kapott, a pénzért, mint amit várt, akkor ott lesz egy jó bizalom ö, szint, vagy bizalom ki fog épülni, és akkor a legközelebb meg még több pénzt fog majd nálad költeni. Nyilván ezt, ö, ezt nem azt mondom, hogy ezt csak a belépő terméknél érdemes ezt alkalmazni, ezt a módszert, hanem mindig teljesíts túl, akár a főterméknél, akár az exkluzív ajánlatnál. De már egy picit le is lőttem a következő szinteket. Igen. Hogyha a belépő terméknél azt gondolja, hogy fú, hát nagyon jó kis vásárlási élménye volt, és még többet szeretne tőled, akkor következő szintje a termékpiramisnak a fő termék. Itt pedig érdemes egy ajánlatban gondolkodni, tehát hogy nem csak így oda bökni valamit, hogy mondjuk maradjunk az előző példánál, amit a korábbi videóban is mondtunk, a személyi edzés, hogy nem csak az, hogy akkor gyere el 5000 forint per órára, hanem egy sokkal komplexebb megoldásban gondolkodni. Mert ez az ügyfelet is jobban szolgálja, hogyha mondjuk mondjuk még a táplálkozással is foglalkozol, mondjuk akár dokumentáljátok az eseményeket, nyilván olyan dolgokat kell beletenned, ami azt látod, hogy a célcsoport számára érték, számukra ez izgalmas. Illetve a termék piramis következő szintje az exkluzív termék, ami pedig a legmagasabb szintű terméked, ami nyilván az ügyfél számára a legnagyobb, vagy legdrágább, viszont a legnagyobb értékkel is bír. Szóval képzeld el azt, hogy ha a főterméket, mondjuk 30 ezer forint uh, egyszeri díj, akkor nézd meg, hogy mit tudnál adni az ügyfélnek, mondjuk 300 vagy 500 ezer forintért. Most első hallásra lehet, hogy így, így kicsit hátad hogy hogy úristen, 300 ezer forint, az mennyire brutál sok pénz, hogy én nem tudom, hogy mit lehetne adni. Na hát ilyenkor van, a, 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 van szüksége arra, hogy elővegyél egy papírlapot, és kezdje azon ötletelni, hogy mit adhatnál 300 ezer forint értékben. Mert mindig van az a szintű célcsoport, akinek a pénz nem számít, és ő, neki szüksége van a te tudásodra. És um, legalább ilyen elvi szinten legyen kidolgozva ez az exkluzív ajánlat, mert ebből már kiindulva, hogy egy pár dolgot kiveszel, akkor egy csomó mindent be tudsz pakolni má, már akár a főtermékbe is illetve még van az előfizetéses termék vagy szolgáltatás, ezt kezdővállalkozóknál annyira nem biztos, hogy jó ötlet, de hogyha te már haladóbb szinten vagy, akkor érdemes lehet azon is gondolkozni, hogy milyen olyan szolgáltatásod van, amiért havi szinten csak egy pár ezer forintot kérnél el, viszont egy rendszeres bevételt tud neked hozni, és ezért előfizetnek, rendszeresen részt vesznek a vásárlóid. Hogyha neked már van vállalkozásod, akkor feltételezem, hogy ezeket már ismerted, és most a videó megtekintése vége fele, így most az van benned, hogy oké, okay, ez ezt már milliószor hallottam. De ilyenkor azt nézd meg, hogy ezek közül mi van megvalósítva. És lehet, hogy már van egy csali terméked, lehet, hogy már van egy főtermék ajánlatod, de nézd meg, hogy hogy tudnád ezt kicsit finom hangolni. Hogy lehetne egy újabb csali terméket létrehozni? Mi lehetne az a nagyon ütős belépő termék, amit nagyon-nagyon sok ember megvásárolna? Mi lehetne az az exkluzív ajánlat, amiért tényleg 3500 ezer forintot kifizetnének a célcsoportjaid? Szóval mindenképpen az lenne a fő cél, hogy ne csak elméletben gondolkoz, hanem igenis ültesd át ezeket a gyakorlatban. És amikor van egy elképzelésed arról, hogy akkor hogyan sorakoznának fel a termékeid, a szolgáltatásaid, akkor ismét csak visszatérnék a célcsoporthoz, hogy mindenképpen érdemes megkérdezni, hogy ez vajon tényleg egy jó ajánlat, hogy mit gondolnak róla, egy picit felmérni azt, hogy tényleg van -e erre igény, amit te kitalálta, hogy tényleg igazodik-e a célcsoport elvárásaihoz. Mert hogyha így ezt az elvet fogod e, majd követni, vagy a gyakorlatba átültetni, hogy mindig megkérdezed a célcsoportot, hogy mire van igény, és próbálsz nyitott szemmel járni, akkor garantált, hogy nem fogsz mellé nyúlni, és amit kitalálsz, és átülteted a gyakorlatba, megvan a nagy terméket, akkor azt tudni, hogy nagyon-nagyon sokan meg fogják majd vásárolni. Illetve az is remek ötlet, hogyha abból inspirálódsz, hogy a piacon más szereplők milyen megoldásokat alkalmaznak. Tehát egy kicsit megnézni a konkurenciát, hogy ő náluk miket látsz, mi az, amivel még jobbá tudsz válni náluk, mi az, ami náluk esetleg hiányzik, de lenne rá igény. Szóval ez is egy remek forrás, ahonnan tudsz inspirálódni. És most nem azt mondom, hogy máshol le egy az egybe azt, amit más csinál, hanem nyilván a te személyed, a te személyiséged is ott kell, hogy legyen a te saját ötleteid, gondolataid, viszont nagyon sokat lehet abból tanulni, hogyha picit nézzünk, hogy na, mi mit tudnánk jobban csinálni. Így van, szóval mindenképpen érdemes inspirálódni a versenytársakból, de mindig a célcsoportból indulunk ki, az ő igényeiknek próbálunk megfelelni. A mai videónk végére értünk, a következő részben pedig arról fogunk beszélni, hogy hogy lehet a lehető legnagyobb számban eljutatni az üzenetedet a célcsoporthoz. Várunk téged a következő alkalommal is. Sziasztok!